Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt a Tech2 YouTube csatornáján, én Zsolt vagyok. Az Arcosról elég sokat beszéltünk az elmúlt időszakban, hiszen a francia gyártó egyre komolyabban veszi a mobilos piacot, így kis hazánkba is próbál minél nagyobb elánnal betörni. Nyilván nekik nem az Apple-lel vagy a Huawei-jel kell megküzdeniük, hanem az alsóbb B-brendes készülékekkel, és hát úgy tűnik, hogy van is rá esély, hiszen a Sense 55S egy keret nélküli kijelzővel rendelkező, nagyon gyönyörű mobiltelefon, ami a hardware terén nem tud újat mutatni, viszont ettől függetlenül egyedi külsőleg. A Diamond Omega pedig a felső kategóriát erősíti a magas Snapdragon 835-ös lapkájával, valamint 8 GB RAM-jával. Mostani tesztalanyunk a Diamond Alpha Plus, szintén a Diamond sorozatba tartozik, és mint ahogy a Diamond Omega, ez is a Nubia által licenszelt készülék, tehát pont ugyanúgy néz ki, mint az egyik Nubia modell. Ez nem probléma, hiszen pont a Nubiák azok, amik külsőleg elég jó formatervvel rendelkeznek, és itt hardveresen sincs probléma, közép-felső kategóriás belső, közép-felső kategóriás árazással párosul, tehát igencsak meg kell küzdeni azért a telefonnak, hogy helye legyen a magyar, valamint a nemzetközi mobiltelefonos piacon is. A fehér kartoncsomagolás tetején egy gyémánt logót láthatunk, ez is utal arra, hogy a Diamond sorozatba tartozik a készülék, ami egyébként legfelül hever. Alatta található néhány használati útmutató inkább leírásnak mondanám, ezen kívül másfél amperes töltőfej jár még a telefonhoz, egy USB Type-C kábel, egy SIM-tárcát kinyitó PIN, valamint egy ilyen félig hallójáratba illeszkedő, félig pedig ilyen normál kialakítású füles, ami közepes minőségben szól. A telefon prémium anyag használattal rendelkezik, Gorilla Glass üveg védi elől, alumínium burkolat pedig hátul, mindössze 7,45 mm vastag. A bal oldalon találjuk a SIM tárcát, amire vagy egy nanoSIM és egy mikroSIM, vagy pedig egy nanoSIM és egy microSD rakható, fölül van a 3,5 mm-es jack kimenet, jobb oldalon a hangerő szabályzó és a bekapcsoló gomb, alul pedig az USB Type-C csatlakozó. Hátul új lenyomatolvasó kapott helyett dupla hátlapi kamerarendszer, valamint ledes villanó is található még itt. Az előlapon egy 5,2 hüvelykes, 1080x1920 pixel felbontású IPS panel hever, aminek nagyon szépek a színei és a fényerejével is abszolút elégedettek lehetünk, főleg így a téli napsütésben vagy téli komor időszakban bőven látható a kijelzőre rajzolt tartalom, a betekintési szög is nagyszerű, valamint az érintés érzékenység is, hiszen 1, 2, 4, de akár 10 ujjat is képes megkülönböztetni egymástól, tehát nagyon jól működik az Arcosnak a kijelzője. Az előlapon egy 16 megapixeles kamerát találunk, alul pedig értesítő LED-del ellátott home gombot, mellette pedig egyébként két érintésérzékeny vezérlőgomb is szerepet kapott, szintén háttérvilágítással. Maga a szoftver villámgyorsan is jól fut, egyedi Nubia felületről beszélünk, fölülről kell lehúzni az értesítési sávot, és itt vannak a gyorsbeállítási ikonok, és ami kicsikét fájó talán, hogy Android Marshmallow szerepel a készüléken, tehát nem Nougat, nem is Lollipop, hogy frissítés érkezik majd, vagy nem, az egy nagyon jó kérdés. A burkolat alatt egy Snapdragon 653-as chipset dolgozik, 8 magas processzorral, 4 darab 1,8 GHz-es A72-es és 4x1,4 GHz-es A53 magas processzor magokról beszélünk, 6 GB RAM-ot kapott a készülék, ez azért elég soknak bizonyult. A jelzőfény kikapcsolható, az érintéses visszajelzés is, van ne zavarj mód, a beállításokban ezen kívül pedig számos érdekesség, ilyen az él kihez mozdulat. Itt hát többféle dolgot találunk, például a tartsa az élt és húzza befelé az asztalra, hogyha ezt megjátszuk, akkor pillanat alatt különféle főoldalakra juthatunk, a húzza felfelé vagy lefelé az él felől, így pedig könnyedén tudunk az alkalmazások között váltani, de ugyanez működik a másik irányba is, valamint húzás mindkét oldal felől, hogyha így jobb oldalt és bal oldalt is érintjük egyszerre a képernyőt, akkor a hangerőt szabályozhatjuk, ezen kívül pedig alkalmazásváltás mellett még visszalépést tudunk eszközölni azzal, hogy gyorsan a szélekre koppintunk. Vannak még egyéni alsó billentyűk is, ugye itt lehet megváltoztatni, hogy melyik legyen a menü, melyik legyen a főoldal, és melyik legyen a visszagomb, ez az érintésérzékeny vezérlőgomboknál így szokott működni. Lehet tenyérrel képernyőzárat készíteni, duális elfordulás pedig egy picikét vagy előfordulás egy picikét furán hangzik, de ez jelenti azt, hogy akár egy alkalmazást két felhasználó is tud egyszerre használni. Talán a főoldalra, hogyha visszalépünk, akkor az alkalmazásokat érdemes számba venni. Az eszközöknél van hangfelvevő, biztonsági másolatkészítés, számológép, ezen kívül galéria, fájlkezelő, videólejátszó,
Hát még használati utasítás is van, digitális formában természetesen nem maradtak el a Google alkalmazások, valamint a Play áruház sem, ahonnan további alkalmazások tölthetők le. A főoldal személyre szabható háttérképekkel, widgetekkel, a tárcsázó jól használható, prediktíven kereshetünk a névjegyek között, az alkalmazásváltó pedig gyors és nagyon jól néz ki, tényleg egyébként kellemes a szoftvere ennek a készüléknek. Extra még a hátlapra telepített új lenyomat olvasó, amely akár szuper képernyőkép vagy alkalmazás zárra is használható. Gyorsítottam a felvételen, hogy kell hozzáadni a mintákat, hiszen minden egyes telefonnál így működik. Ha pedig leteszteljük a sebességet, akkor jól láthatjuk, hogy elég jól működik, precízen, folyamatosan, probléma nélkül használható a biometrikus szenzor. Az Adreno 510-es grafikus gyorsító megbirkózik a játékokkal, a telefon egyáltalán nem hevül veszélyes mértékben, talán a tetején érződik némileg ez. A hátlapon dupla kamerát találunk, az egyik és a másik is 13 megapixeles, színes, valamint fekete-fehér egységekről beszélünk, amelyek egyébként egymás mellett működnek, és tartozik hozzájuk még egy ledes villanó is, ami éjszaka nyújt jó szolgálatot. Maga a szoftver elég bőséges funkciókínálattal rendelkezik, azon kívül, hogy fényképeket és videókat tudunk fölvenni, van professzionális módunk is, itt retesz értéket, ezen kívül fehér egyensúlyt, ISO, tehát érzékenységet, valamint fókuszt tudunk állítani, tehát ez a kézi mód, ez sokaknak jól jöhet. Van a családi kamera, ami egy kicsikét fura, de hát inkább egy menügomnak nevezhető. Van itt még csomó DNG mód, például timelapse, klón, mono, makró, 3D, de még egy csomó más is. Arcfelismerés, képarányváltoztatás, retesz hang, tehát azért bőven találunk beállításokat, és akkor még nem is mentünk bele a normál konfigurációs lehetőségek közé. Az előlapi kamera 1080p-ben, a hátlapi pedig 4K felbontásban tud felvenni videókat, és hogy milyen minőségben fényképez a telefon, azt pedig majd meg fogom mutatni, de még előtte arról azért szót ejtek, hogy HDR módtól kezdve vakó és időzítő is rendelkezésünkre, valamint vannak különféle filterek, tehát azért rengeteg lehetőség. Mint itt látható, elég zord körülmények között kellett a kamerának teljesítenie, de jó a vonalélesség és egész jó a részletesség is. Pont olyan felvételeket tudtam lőni, ahol ez nagyon ki tud jönni, tehát a kamera összességében nem teljesít rosszul, egy picikét talán a zajosodást lehetne még finomítani, valamint a dinamika tartományon erősíteni, a makró módok is jók, a színek pedig úgy jó közepesek. Amikor elkezd sötétedni az idő, akkor már zavarba tud jönni a kamera, nem rosszak a felvételek, de azért nem is a legjobbak, ettől függetlenül azért lehet még ilyenkor is kattingatni. Természetesen 4K felbontású videókat is készítettünk, íme például egy ezek közül. Az audio lejátszó egész jól használható, rémesen egyszerű igazából, a beállításokban mindössze annyit találunk, hogy ütemezett kikapcsolást aktiváljuk. A dalokat különféle módok szerint tudjuk keresni, nagyon jó a kis effekt, amikor indítunk valamit, így lecsurog a kis pötty, és így szól a telefon. A 2950 mAh kapacitású akkumulátor nagyjából egy-másfél napos üzemidőt garantál, a szoftverben megnézhetjük, hogy mely programot fogyasztják a legtöbb energiát, van teljesítménymód, valamint energiatakarékos üzemmódunk is. A készülékben AC és Wi-Fi, Bluetooth, 4.2, GPS, NFC, tehát minden olyan adatkommunikációs eszköz megtalálható, amire mindennapok során szükségünk lehet. Az Arcos Diamond Alpha Plus névre hallgató készülék nagyjából 150 ezer forintos árcímkével fog startolni Magyarországon, ami nem kevés, ennyiért, mert azért nagyon sok mindent elvárnak a felhasználók, amelyeket azért részben egészben tudja teljesíteni ez az Alpha Plus készülék is. Kellemes a kamera, amin picikét még lehetne reszelgetni esetleg szoftveresen, jó az üzemidő, jó a kijelző, tehát összességében egy jól használható termékről beszélünk, amit egyedül a OnePlus 5T tud igazán fenékbe billenteni, de hát az az a termék, ami egyáltalán nem hivatalos kínálatban érhető el, tehát a OnePlusnak nem kell különféle díjakat, adókat fizetni azért, hogy Magyarországon vagy máshol áruba bocsássa portékáját. Az Arcos ennek ellenére viszont ők tényleg hivatalos forrásból kínálják termékeiket. A Diamond Alpha Plus egy jó telefon, de azért egy picikét olcsóbban még nagyobb sikere lehetne. Én köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, sziasztok!